Lassan befejeződik az alapozás, és várhatóan már a jövő hét során elkezdődik a falazás, mondta el Homor István, a beruházást felügyelő műszaki vezető. Hozzátette, a terv szerint még az idén tető kerül az új egészségházra. Az idő bár nem volt mindig a legkedvezőbb számunkra, annak ellenére jól tudott haladni az építkezés, és ugye az én megfogalmazásom szerint egy építkezésnél három jelentős fázis van. Az első az, amikor úgy mondjuk a földből kibújunk, tehát elkészül az alapozás, a második az, amikor majd tető alá kerül az épület, és a harmadik fázis, ugye, amikor belső munkálatok folynak. Hát azt tudom mondani, hogy a mai nappal ez az első fázis be fog fejeződni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az úgynevezett szőlőfelapozás, amiről már beszéltünk a korábbiakban, az elkészült. A rácsos tartószerkezet szintén elkészült, és jelenleg folyik a vasbetonlemeznek a készítése, ami már tulajdonképpen az a fogadó szint, ahonnan el lehet kezdeni a falazást. Ez várhatóan, amennyiben az időjárás engedi, a jövő héten már el fog kezdődni. A kivitelezővel történt egyeztetés alapján az az elképzelésünk, hogy az idei év folyamán mindenképp, ha egy módon rá szeretnénk tető alá tenni az épületet, hogy kora tavasszal el lehessen kezdeni, vagy esetleg már tél folyamán, ha enyhébb tél lesz, a belső munkálatoknak a végzése. Amennyiben az időjárás nem szól közbe, és keményebb fagyok sem várhatók, akkor december 10-e lehet az az időpont, amikor a tető véglegesen felkerül. Ezt most fontosan megjósolni nem tudom, nyilvánvalóan az időjárás ebbe keményen bele tud szólni, ugyanis azért itt még két monolit födémet is el kell készíteni az épületnél, ami ugye olyan szerkezeti megoldás, amit rajta kell, zsalut alatta kell hagyni, egy ideig nem lehet rámenni, stb. És hát nyilvánvalóan a tetőnek a készítése ez ettől függően fog majd folytatódni. Hát azért nagyon szeretnénk, hogyha hogy december 10-15-e környékére ez megvalósulna, már a tető alátétel. Ezt követően várhatóan kora tavasszal kezdődhetnek meg a belső munkálatok.